Szóval metafizikáról, metafizikai megvalósítás nélkül nem beszélhetünk. A nem teljes értékű metafizika nem metafizika. Tehát ez hozzátartozik, elválaszthatatlanul, elidegeníthetetlenül. Ez a metafizika, amit egy hagyomány tart fenn, ezért beszélünk metafizikai tradícióról, tulajdonképpen minden tényleges vallás elsőrendű bázisa. Szóval a metafizikák, mint egy vallásokba burkolózva jelennek meg. Van, ahol ez a kapcsolat nagyon közvetlen, például a hinduizmusban, buddhizmusban, dzsinizmusban, ezek teljesen közvetlen kapcsolatok, van, ahol a kapcsolat, vagy a kapcsolódás nem ennyire közvetlen. Van, ahol különböző áttételeken keresztül nyilvánul meg a metafizika a vallásban. Most vallásnak is több fokozata van, ugye religió, mint magas fokozat, konfesszió, mint populáris fokozat, de végül is a vallás még religió formában is alárendelődik a metafizikának, a metafizikai tradíciónak. Tehát az elsőleges mindig a metafizikai tradíció. Hogy ehhez szükséges-e vallás is, de megoszlanak a vélemények. Például Guénon, aki az egyik legjelentősebb képviselője ennek a szellemiségnek, azt mondja, hogy amellett, hogy az emberek a metafizikai metafizikát kell elfogadni, és a metafizikai megvalósításra kell törekednie, az sem engedhető el, hogy azért legyen egy vallása is. Tehát ő vallási élettel is megtámogatja ezt a metafizikai törekvést. Én az, aki egyébként Egyiptomba költözött, és a szúfi tradíció metafizikáját tette elsőlegessé önmaga számára, noha a többi tradíciót is teljes mértékben elfogadta, és nagyon sokat jelentett számára a hinduizmus és a taoizmus is. De még vallás is, tehát az iszlám vallás, ő gyakorlati módon is követte. Más tradicionális gondolkozók, például Julius Evola, nem tartja lényegesnek azt, hogy egy metafizika mellett elkötelezett és a megvalósításra ráállt embernek még legyen külön egy vallása is. Lehetségesnek tartja, de nem tartja feltételnek. Magam is hajlok erre a nézet, hogy nem kell feltétlenül vallásnak is lennie, de természetesen lehet. Különösen akkor, hogy az a vallás és az a tradíció, amit elsőrendűen elfogad, azok nem állnak konfliktuózus viszonyban. De ezt nagyon nehéz elérni, mert például az iszlám legtöbb irányzata a szúfi tradícióval szemben opponens álláspontot foglal el, majdnem ellenséges némelyik irányzat. Tehát például a vahábita irányzat, különösen a szélsőségesebb formái gyűlölik a szúfizmust. De hát vannak olyan irányzatok, amelyek ennyire nem szélsőségesek, és az azzal való együttműködés az tulajdonképpen lehetséges, és könnyen lehetséges. A metafizika és a metafizikai megvalósítás, hát a metafizikai állapot megvalósítása nyilvánvaló módon nem egy lépésben történik. Elvileg akár egy lépésben is történhetne, de nem történik egy lépésben.
fokozatokon keresztül jut el a törekvő. Ha helyesen végzi, vagy helyesen élni meg, amit meg kell élnie, akkor egy emelkedést valósít meg. Mi most csak erről beszélünk. Vannak más lehetőségek, a bukás lehetőséget is be kell kalkulálni, de erről majd más alkalommal részletesebben szólunk. Az emelkedésről van szó, amit emelkedéssel lehet jelképezni, állapotbeli emelkedésről, tisztulásról, erőknek az akkumulációjáról, és ez fokozatosan történik. Maga a jóga is többféle fokozatot különböztet meg, és a jógát ezt általában nem veszik figyelembe, egy úgynevezett előjóga előzi meg. Ezt prajógának nevezik. Tehát a jógát a prajóga előzi meg, erről szinte alig lehet hallani. Szóval, amit itt hatha jógának neveznek, az a Vyájáma nevű prajóga. A hatha jóga prajógája, előjógája. És az előjóga is magas fokozatokat, és magas felkészültséget, és nagyfokú eltökéltséget igényel. És ez még a jóga előtt van. Erről nem lehet hallani. De mindenki jógi lesz akkor, amikor az első lótuszülést megcsinálja. Ez természetesen ostobaság. A prajóga is komoly fokozatokat jelent, nagy erőkifejtést, spirituális erőkifejtést feltételez. Minden jógához tartozik prajóga. A magas szellemi fokozatok a jógában, a dhárana, a dhyána és a szamádi. Ha olyasmit hallunk, hogy dhárana jóga vagy dhyána jóga, az azt jelenti, hogy ezzel a fokozattal az a jóga irányzat lezárul. Tehát a dhyána jógában, akkor a dhyána legmagasabb fokát eléri a törekvő, akkor ott megszűnik, és át kell adni a helyét egy másik, magasabb jógának. Ez természetesen függ a gyakorló és törekvő elhivatottsági élményeitől. Mert a dhárana az tulajdonképpen egy legmagasabb fokú koncentráltságot jelenti. A dhyána a legmagasabb fokú meditációt. A szamádhi pedig egy olyan kontemplatív állapotot, ami kiemeli az embert az emberi keretek közül, és mint egy ember felettivé teszi. Tehát nem lehet minden csipcsup elmélyültebb állapotot szamádhinak nevezni. Szamádhi egészen kivételes állapot. Ennek is két nagy fokozata van, az úgynevezett Szadikalpa Szamádi és a Nirvikalpa Szamádi. A Szadikalpa Szamádit Szavibidzsa Szamádinak is nevezik, a Nirvikalpa Szamádi Nirvibidzsa Szamádinak is. Tehát maggal rendelkező Szamádi, tehát valamire irányul. Az a meditáció fölötti elmélyültség, tehát van valami magja, amire irányul, a nirvijánál már nincs. Az olyan
lét és emberfelettiséget feltételez, ami tulajdonképpen az ember közösségesen nem tud elgondolni, elképzelni még úgyse. És ez még nem a betetőzés, hanem a betetőzési műveletek kezdete. Ez a nirvi bija szamádi. De egyelőre elégedjünk meg azzal, hogy a prajógáról, az előjógáról még ejtsünk néhány szót. Az előjóga már bizonyos mérvű beavatottságot feltételez. Beavatottságnak nevezzük azt, amikor valaki a közönséges emberi kereteit túllépi, amikor valóban ember felettivé válik, tehát ember feletti emberré válik, nem pont a Nietzsche übermensch értelmében, de valamilyen értelemben úgy is, tehát ember feletti ember állapotában lép át. Ehhez magas tudati állapot szükséges. Tehát nem igaz az, hogy minden ember alkalmas erre. Mondjuk nyugodtan és bátran, hogy erre nagyon kevés ember alkalmas. Nem a jogára, az előjogára. Nagyon kevés ember alkalmas. Rendkívüli mentális erőket feltételez, tehát magas értelmi erőket, és igen magas akarati erőket. Tehát már a start helyzetben is a törekvőnek nagyon magas szinten kell állnia. Tehát filozófusi értelmi kvalifikációkkal kell rendelkeznie. És a legmagasabb fokú harcos akarati késztetéseivel. És ez még nem a jóga, ez csak az előjóga. Ahhoz is ilyesmikre van szükség. Hiszen itt a lét fölé emelkedésről van szó. És azért, mert valaki egy-két gyakorlatot végez, attól nem fog a lét fölé emelkedni. Ráadásul maga a cél olyan, hogy a fogalmi gondolkozás ennek a megragadására alkalmat. Mert magát a fogalmi gondolkozást bár a legmagasabb fokra kell emelni, itt alkalmatlannak kell tekinteni. Tehát túl kell lépni a fogalmi gondolkozást. És itt még mindig csak az előfeltételekről van szó. Mert szó sincs arról, hogy meg ki van írva, hogy jóga tanfolyamok, és akkor bárki azt elkezdheti. Az nem lesz jóga. Az még prajóga sem lesz. Semmi. Néhány tudati jellegű, vagy testi jellegű gyakorlat elvégzésére. Ez nem emel a létfelettiségbe. Ez egy magas színvonalú embernél persze nem kedve elvevő, hanem kedvfokozó. Mert az útszóval semmiek az eléréséhez, nem kell nagy kedv.
hogy valaki azt mondhassa magáról, az itt végtelenül kevés, hogy ő jógi, hogy ő jógát művel, hogy ő jóga gyakorlatokat végez. Ezrével vannak ilyenek. És ezek közül talán egy sincs, aki igazán ezt tenne. Aki elérné azt a szintet, hogy a prajógát tisztességesen járja végig. Mert az is nagyon sok. Például az ászanák megtanulása a prajógához tartozik. De az ászanákat koncentrált és meditált állapotban kell átélni és gyakorolni. És ez még nem gyána és nem szamádi. Az ászana. Akkor van elvégezve, különben nincs elvégezve a gyakorlat. Tehát el kell utasítani, egyesen küzdeni kell minden egyszerűsítő irányzattal. Ezek félrevezetőek és meghamisítóak. A jógának persze vannak az utápra jóga után olyan fokozatai, az említett dharanádhyána szamádhi, és annak a különbözőségei, amelyek már tényleg az ember felettiségben játszódnak, és az ember embertelettiségét erősítik meg. De kivételesen lehet csak eljutni. Kivételes és tényleges mesterek vezetése mellett. Mert egy mester azt tanítja, hogy ez mindenki számára járható, az nem mester. Annak nevezi magát, annak nevezik a hívei, de az nem mester, nem guru. A guru szó szerint azt jelenti, hogy nehéz. Ő spirituális fenségében rá nehezedik a tanítványra. Azért, hogy ezen erők folytán átvezesse a földi emberi állapotból az égi isteni állapotba. Ez a guru. Azért, mert azt mondják rá, hogy guru, még nem guru. Azt mondja magáról, hogy még akkor sem. Általánosan el van ismerve, India szerte mondjuk, még akkor sem az. Nagyon kevés guru élt az utóbbi 100 évben a Földön. Voltak. Például Ramana Maharshi, mindenek előtt. Viszont a Maharshi Mahesh Yogi, így nevezik, az nem volt véleményem szerint, és mértékadó vélemények szerint ilyen. És a Prabhupada sem volt ilyen. A Krisna tudat mozgalom semmilyen. Ezek teljesen földi és földre merülő struktúrák. Ezek nem állnak az igazi megvalósítás helyében. Semmilyen igazi fokozatot nem valósítanak meg. És ez nem mellékes kérdés,
a tévútak tudománya a tradicionális stúdiumoknak szerves része. Meg kell ismerkedni a tévútak természetével, azzal konkrétan milyen irányzatok képviselik a tévútat. Ez alapvető jelentőségű kérdés. Hát egyáltalán nem lehet félreállva, hogy mellékesen kezelni. A legtöbb tévút elég súlyos veszélyeket rejt magában. Van mellett, hogy a fény felé nem vezet el, különböző sötét állapotokat idézze, például bizonyos elmebetegségek kapcsolódhatnak, bizonyos nem teljesen adekvált gyakorlatokhoz. Tehát különböző elmebetegségek alakulhatnak ki. Más szomatikus betegségeket is elő tudnak idézni ezek az irányzatok. Esetleg pont olyan irányzatok, amelyek az egészség örökké tartóságát hirdetik. Tehát ezeknek a felismerése nehéz, de egyáltalán nem lehetetlen. Vannak olyan ismérvek, amelyek alapján a tévútakat fel lehet ismerni és meg lehet különböztetni. Az egyik ilyen csalhatatlan jel, hogy az utat mindenki számára járhatónak tekinti, valamely irányzat, arról okvetve és rögtön meg lehet látni, hogy tévút. Mikor az erőteljesen tévút. Vannak, amelyek azt mondják, hogy ehhez nagyon sok feltétel kell, hogy ide kapcsolódjék valaki, aztán végül mindenki kapcsolódhat. Tehát így ilyen cselvetések is vannak. Ezek is összedelmesek. Amely irányzatok általában az emberek egyenlőségét tanítják, azok okvetlenül tévutak. Az emberek egyenlőek lennének, akkor nem lennének emberek, akkor egy ember lenne. Az emberek különböznek, és különböző létrendi fokozaton állnak. És a létrendi fokozatoknak éppen a megvalósítás vonatkozásában alapvető a jelentőség. Valamikor nem egy megvalósítású titkos volt. És ez nem valamilyen szellemi irigységnek volt a következménye, hanem pontosan tudták, hogy bizonyos utak, bizonyos emberek számára veszélyesek. Tehát nem csak az eleve tévutak veszélyesek, az eleve igaz utak is veszélyesek lehetnek, ha kellő érettség nélkül foglalkozik ezekkel valaki, vagy éppen gyakorolja ezeket. Mert vannak az eleve tévutak, és vannak, amelyek eleve nem tévutak ugyan, de az éretlen emberek számára mégis azokká válnak. És vannak aztán olyan utak is, amelyek eleve a sötétség meghódítását jelölik meg célként. Tehát vannak sátánista irányzatok. Vannak különböző démoni influenciákat meglovagoló irányzatok. De ezeknek a száma nem olyan rendkívül nagy, és ezeknek a tendenciái, ha nem is könnyen, de nem túl nehezen felismerhetők.
De elsősorban nem ezek fenyegetik az embert. Az embert vagy az eleve tévutak fenyegetik, vagy az eleve nem tévutak, de tévuttá válók. Mert mindenki számára hozzáférhetővé tétetnek ezek jelentik. Ezeknek a fokozatai nagyon hasonlóak. Felületes szemlélő, ha messziről nézve, és kívülről nézve a tényleges utakhoz. Most eléri ezt a fokozatot. Valójában nem ezeket a fokozatokat éri el, hanem valami egészen mást. Egy önleépítő fokozatnak a lejjebbható állapotát, amely nem egyértelműen süllyedés, hanem bizonyos, hanem olyan jellegű, mint ennél az emelkedés megvan engedve, és azután bele van véve az alászállás. És ezáltal erősen megtévesztő jellegűek. Mert a gyakorló bizonyos emelkedést is tapasztalhat az életében, ennek ellenére egy lefelé tartó, alapvető szellemi mozgásban vesz részt. Ezeket teljes mértékben tudatosítani, lehet tudatosítani kell. A spirituális megvalósítás metafizikai megvalósítást jelent. Az igazi spirituális mindig a metafizikával függ össze. Tehát csak metafizikai karakterű lehet, vagyis olyan, amely céljában, eredetében és céljában a létesült világ fölötti állapottal kapcsolatos, ami a létesült és fölötti világba akarja a tudatot elvezetni. Alanyi módon akarja elvezetni. De hát, hogy én legyek a természet felettiségben gyökerező alany. És ez akkor érvényes, ha ezt én önmagamban tapasztalom. Nem azt a informatíve tudom, hogy igen, én létfeletti eredetű vagyok, hanem ezt élő tapasztalásban ragadom meg. És ennek fokozatai. Valóban ott kezdődik, hogy erről informálva vagyok. De ez mérhetetlenül kevés. De ezt tudnom kell, mert megtanulom, hogy ez így van. Mert akkor ez még nem élő tapasztalat. Nem a tapasztalás igazolja a maga közvetlenségében ezt. Ez csupán egy információ. Ezzel kell nekiindulni az útnak, de ez elégtelenné válik az út folyamán, viszont megjelennek azok a jelek, amelyek az igazi tapasztalásnak az előjelei. Ennek előjelei fokozatai. Kevéstől a sok felé tart. A felszíntől a mélység vagy magasság felé. Hogyan a szimbolika megköveteli. Ezeknél az állutaknál, amiről beszéltem, fennáll az a lehetőség is, hogy az ember nem ér el semmit. És akkor nagyon-nagyon nagy szerencséje van.
Tehát, hogy a bensőleg nem destruálódik, az már óriási eredménye. És nagyon pozitív, mondhatjuk, kegyelmi állapotnak fogható fel. Hogyha csak nem ér el semmit. Mert ezen a vonalon igazi emelkedés az kizárható. Teljesen kizárható. A világ nem emelkedésben, hanem süllyedésben van. És a spirituális lehetőségek is, mondhatjuk, hogy évtizedről évtizedre, évről évre egyre csekélyebbek. Tehát például a legutóbbi ezredforduló, az ezt megelőző századfordulóhoz képest óriási süllyedést jelent. Hát a 19. és 20. század fordulója és a 20. és 21. század fordulója között már nagyon nagy különbség van, méghozzá abban az értelemben, hogy az utóbbi jóval az előbbi színvonal alatt áll. Nem technikában, a technika úgymond fejlődik. Az ember lénye azonban nem fejlődik. Az ember lénye sokkal inkább süllyedt, sem fejlődni, hogy emelkednék. Ez minden szellemi kérdés alaposabb vizsgálata során fel kell vetnünk és tudatosítanunk kell. A lét a világ süllyed. Centrum közeliségében süllyed. Technikailag bármilyen lehet, lehet óriási eredmény, korrekses fejlettségről beszél a technika vonalán. De ez létünk alapjait nem érinti. A létünk alapjai tudatosságunk alapjaival függ össze, és ez a tudatosság a metafizikai érintettségét egyre inkább elveszíti. Köszönöm a figyelmüket!